Jó estét kívánok, kedves hallgatóság, hölgyeim és uraim! A ma estét elindítjuk azzal, hogy köszöntöm professzor asszony, Perszel Forintos Zsorát, aki mint klinikai pszichológus egy új területtel ismertet meg bennünket. De mielőtt átadom neki a szót, engedjék meg, hogy pár gondolatot elmondjak, hiszen jó magam, ideg elmegyógyász, és a elmegyógyászat, a pszichiátria igen közel állt mindig hozzám, és így közvetlenül figyelemmel tudtam kísérni azt a rendkívül fejlődést, ami a hazai pszichológia, orvosi pszichológiai, klinikai pszichológia területén bekövetkezett. Talán azzal kezdeném, hogy életünkben rendkívül sok olyan pszichológiai jelenséggel találkozunk, amit talán nem is tudatosul bennünk, hogy ez mi. Tehát ugye ha a szorongásra, az alvászavarra, a kommunikációs zavarokra, félreértésekre, konfliktusra, konfliktuskezelésre, a divatos coping és coping technikákra gondolok, akkor mindjárt értjük, hogy ez valóban a pszichológia napi életünk része. Na most, ha a hazai pszichológia fejlődését végig nézzük, akkor hát ugye büszke a hazai szakma arra, hogy Freud közvetlen tanítványa Ferenczi Magyarországon is dolgozott. Azonban a freudizmus és a freudi pszichológia igazából nem került az akadémiai pszichiátria területére, és nagy idegenkedés volt az egyetemeken ezzel kapcsolatban. A nagy lendületet a 20. század második felébe, harmadik harmadában érte meg a pszichológia, és itt két párhuzamos fejlődésről kell szólni. Hát egyfelől a orvostovábbképző egyetem pszichológiai és pszichiátriai és klinikai pszichológiai tanszékének megnyitása 1981-ben volt egy fontos pont, amikor is Muszon Kovács Erzsébet professzor asszony a pszichiátriába beemelte a pszichológiát. A másik olyan nagyon fontos tényező ugyancsak a fővároshoz kapcsolódik, mégpedig a Semmelweis akkori orvostudományi egyetem Juhász Pál klinikájához, aki mint ideg elmegyógyász, főleg az elmegyógyászat területén a pszichológiát rendkívül támogatta, és az első klinikai pszichológiai laboratóriumot létrehozta Pető Bertalan és Szegedi Márton vezetésével. A klinika, illetve az orvos továbbképző, aminek a elhelyezése vagy működése az a Lipóthoz kapcsolódik, az OPNI-hoz. Az OPNI-ban a klinikán, illetve a pszichiátriai tanszéken Szakács Ferenc, majd pedig 1994-től Bagdi Emőke volt a vezető. Érdekes módon Bagdi Emőke aztán távozott, és a Református Egyetemen szervezte meg a pszichológiai oktatást, míg a Juhász klinikán volt munkatársam Patak Ilona, pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen volt a pszichológiai tanszék második igazgatója. 2001-től a Lipóton a pszichológia irányítása Perszel Forintos Dóra kezébe került, aki egyben a Semmelweis Egyetemnek volt tanszék vezetője, aki aztán 2008-ban, mikor a Lipót megszűnt, bezárták, akkor átkerült a Tömő utcába, tehát közelebb a Semmelweis Egyetemhez, és attól kezdve a klinikai pszichológiai tanszék töretlenül fejlődik. Perszel Forintos Dóra professzor asszony rendkívül korszerű pszichológiát honosított meg Magyarországon, és terjesztett el oktató munkája, kutató munkája,
gyógyító tevékenysége egyedülálló, de hogy ő mit is csinál, arról most én nem beszélek többet, hanem most átadom a szót Perczel Forintos Dóra professzorasszonynak, aki nekem kollégám, és talán mondhatom barátom is volt a Lipóton, közeli munkatársak voltunk, és hát örülök, hogy most itt körünkben látom. Parancsolj! Hát nagyon-nagyon köszönöm ezeket a kedves szavakat, és főleg a meghívást professzor úrtól, Zolitól, és hát valóban az Országos Intézetben együtt dolgoztunk, illetve hát én, mint a pszichológiai munkacsoportnak, tehát a klinikai pszichológia szakambulanciának és a tanszéknek a vezetőjeként, és hát nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt most előadhatok ezen a Senior Akadémián. Tulajdonképpen az is nagyon nagy öröm, hogy amikor az egyetemi integráció megtörtént, és akkor a Semmelweis Egyetemre, a Hajnal Imre Egyetemre, a Semmelweis Egyetemre kerültünk, hogy így az általános orvostudományi karnak az első pszichológiai intézete lettünk, ami hát nagyon-nagyon korszerű lépés volt, ez Tulassai Tivadar rektor úr, vagy rektorsága alatt, professzor Tulassai Tivadar rektorsága alatt alósult meg, és tulajdonképpen onnan indult egyfajta holisztikus ellátásra az egészségügyben, amelynek az elmélete természetesen már régóta, és a szándék is régóta megvolt, hogy a gyakorlati megvalósulás megtörténhetett, az mégiscsak arra az adta lehetőséget, hogy a klinikai pszichológia tanszék, az egy ilyen külső kihelyezett tanszék helyett, ami Lipóton volt, a Semmelweis Egyetem általános orvosi karának hát teljes értékű pszichológia tanszéke lett. Tulajdonképpen hát arról szeretnék beszélni ma, és akkor lassan ki is vetíteném így az előadásomat. Mutattam akkor a diát. Igen. Tehát, hogy holisztikus szemlélet a modern egészségügyben, a klinikai pszichológia szerepe az alapellátástól a szakellátásig. Ezt a címet adtam tulajdonképpen így az előadásomnak, és tulajdonképpen két részből állna az előadásom, két nagyobb témáról szeretnék beszélni. Az egyik téma az, hogy a klinikai pszichológia, pszichoterápia, ennek tulajdonképpen miért indokolt, miért szükségszerű, miért lenne most már elementárisan fontos, hogy részt kapjon az alapellátásban, illetve, hogy a modern módszerek, ez a kognitív terápiás módszerek, amelyek azért most már talán mondhatjuk azt, hogy elterjedtek Magyarországon, de azért a centrum, azért a Semmelweis Egyetem néhány klinikája, a pszichiátriai klinika, ugye Tringer professzor úrral indult, akkor a Kopp Mária professzor azt mondja, a Magatartástudományi Intézet, a gyerekklinikán Pásztí Bea professzor asszony vezetésével, és hát a klinikai pszichológia tanszéken valósult meg, de hogy ez a modernizálódás a pszichoterápiának, ez nem állt meg, és erről szeretnék beszélni, hogy mik a legújabb lehetőségek, de nem partikulárisan a pszichoterápiában, hanem inkább az alapellátásban és a szakellátásban. Úgyhogy onnan kezdeném, hogy a megbetegedéseknek 38%-a, tehát az összes megbetegedésnek 38%-a mentális megbetegedés, és tulajdonképpen, tehát itt ez a 38%, ez a vörös rész, és tulajdonképpen a legnagyobb népegészségi kockázatot jelentő betegségek a szívérrendszeri betegség, a stroke, a daganatos betegségek, tüdőbetegség, diabetes, az csak 22%, és hát 40% a többi hát fizikai tünetekkel jellemezhető egy krónikus megbetegedés, illetve nem csak krónikus, hanem akut megbetegedés is. De amit kiemelendő, ez a 38%, ez egy nagyon-nagyon jelentős arány.
Ezt főleg azért szeretném így kiemelni, mert amikor a pályámat kezdtem a Balassa utcában a pszichiátriai klinikán, akkor még csak elvétve volt, dolgozott egy-egy pszichológus, dolgoztunk pszichológusként Tringer professzor klinikájának, aki nagyon haladó szemléletet képvisel, de mindig azt mondta, hogy a pszichológus és a pszichoterápia az csak haba tortán az ellátásban, mert nincs finanszírozva, úgyhogy az tényleg csak luxus. És hát azt az utat szeretném így bemutatni, illetve nem is az utat, hanem inkább tartalmilag, hogy miről is van szó, hogy már miért nem csak haba tortán, hanem most már egy finanszírozott ellátási forma, különböző minimumrendeletek révén, hát finanszírozott egyáltalán nem csak a pszichiátriában, hanem hogy kinyílt, és a neurológia, természetesen neurológia, mint társadalmány területére, de ugyanúgy a belgyógyászatban, az anesteziológiában, hát a gyerekgyógyászatban is beszéljünk, de akár csak a diabétesszel való megküzdésben is, vagy egy veselbetegséggel való megküzdésben is nagyon komoly szerepe lehet a pszichológiának, és itt a megküzdésen van a hangsúly. A mentális betegségek, és ezen belül pedig hát a hangulat és szorongáshoz zavarok prevalenciája 15-20%, ez egy nagyon egyöntetű adat, és hát ma már azt mondhatjuk, hogy a depresszió a legnagyobb költségű egészségügyi probléma, és tulajdonképpen nem csak a WHO, hanem a különböző irányelvek is hát ezt célozzák meg ennek a kezelését. Ami még nagyon fontos, hát háttérinformáció, hogy a pszichés egészségi állapot a Hungarostadi szerint, persze hát azóta már lehetne újabb Hungarostadit végezni, hát azért ez tehát nem túl jó, vagy hát katasztrofálisnak is mondják, hiszen a legmagasabb arányú a daganatos és a kardiovaszkuláris okokból bekövetkező halálozás, az obezitás is nagyon magas arányú, és a legfontosabb kockázati tényezők azok nálunk is jelen vannak, a dohányzás, az elhízás, a túlzott alkoholfogyasztás, mozgásszegény életmód, maladaptív megküzdés, és ezek tulajdonképpen bárhol, tehát ezek nemzetközi szinten is jelenlévő maladaptív megküzdési módok. Van egy magyar nagyon maladaptív megküzdés, azt nem írtam ide, de a Hungarostadi kimutatta, ez pedig az ellenségesség. Tehát, hogy az ellenségesség az egy nagyon komoly megbetegítő és kockázati tényező, és ez például a magyar lakosságra kifejezetten jellemző. És hát persze a mentális egészségügyi mutatóink is, a depresszió, öngyilkosság, alkoholizmus magas előfordulási aránya is hát arra utal, hogy ezzel nagyon-nagyon foglalkozni kell. Annak ellenére, hogy az öngyilkossági statisztika, hál' Istennek, az nagyon nagy mértékben csökkent, tehát nagyon-nagyon jól állunk. Most már legjobb tudomásom szerint 17%-nél tartunk, ami mondjuk a rendszerváltásnál 44%-ezrelék volt, tehát most már azért nagyon-nagyon jó az arányok. De hát, ami a mentális problémákat, vagy pszichés zavarokat illeti, hát az egy nagyon nagy gond, főleg a Lipót bezárása után, hogy nincs intézményes lehetőség az ellátása, akinek pszichés problémája van. Szándékosan nem pszichiátriai problémáról beszélek, mert pszichiátriai ellátórendszer természetesen van, de azért akinek házassági vagy kapcsolati munkai problémái vannak, gyereknevelési gondjai, stresszel nem tud megküzdeni, vagy perfekcionista és túlterhelt, hát az nem nagyon tud intézményes pszichoterápiás ellátórendszerhez fordulni, és hát ez azért arra utal, persze ez egy erős kifejezés, hogy törvényellenes helyzet, de egyébként tényleg az, hogy csak magánellátásban lehet záros határidőn belül mondjuk pszichoterápiához jutni, kivéve egy-két helyet, mondjuk a klinikát, vagy például a mi szakambulanciánkat, a klinikai pszichológia tanszéken, de hogy azért pszichoterápiás rendelők rendszeréről nem beszélhetünk, ami TB finanszírozású. De hát miután a pszichés és a szomatikus egészségügyi állapot, ugye ez egy majdnem, hogy közhely, tehát evidencia, hogy összefügg egymással, ezért nagyon-nagyon szükség lenne a pszichés tényezők gyógyítására szakosodott klinikai pszichológusokra. Picit szeretném demonstrálni, ezek még a Hungarostadinak az adatai, de hogy mennyire szorosan összefügg mondjuk a munkahelyi stressz és a mentális egészség. Itt láthatjuk, hogy a sötétkék oszlopok azok a depressziót, közepes vagy sős depressziót mutatják,
akkor a világos lila az a pszichés jólétnek az alacsony szintjét, és a fekete ez a boldogtalanságot jelzi, és hát lehet látni, hogy a depresszióban nagyon komoly szerepe van a túlvállalásnak, tehát az, hogy valaki a munkahelyén folyamatosan túlvállalja magát, vagy alacsony a munkatársi támogatottság, vagy nincs egyensúlyban az erőfeszítés és a jutalom, hát ezek depressziogén tényezők, tehát egy munkahelyi stresszor az ugye mentális betegséget idézhet elő, depressziót. És hogyha megnézzük a következő ábrán, hogy a munkahelyi stressz nem csak a mentális egészséggel, hanem az általános egészségi állapottal hogyan függ össze, akkor azt láthatjuk, hogy itt a lila a rossz egészségi állapotot jelzi, hogy megint csak az egyensúly hiánya, az erőfeszítés és jutalom a munkában az egyensúly hiánya, a túlvállalás és az alacsony munkatársi támogatottság az a rossz egészségi állapottal nagyon szorosan korrelál, és ami látható itt például a lila az a testi tünetek jelenlétét jelzi, hát azok is markánsan jelen vannak, akár csak a túlvállalásnál, de például a munkahelyi bizonytalanságánál is, és hát itt kiemelten az alvászavarokat emelték ki még a testi tünetek közül, ami pedig egyébként az alvászavarok, azok hát megint csak a depressziónak, sőt, hát az öngyilkossági veszélyeztetettségnek is komoly rizikófaktorai. Tehát azért ezt nagyon komolyan kell venni, hogy a testi és tehát az ellátásban is nagyon fontos lenne, hogy érvényre jusson, hogy itt a pszichés tényezőkkel való megküzdésben hát kapjanak segítséget az emberek, és legyen hova fordulni. Ez csak az érdekesség kedvéért emeltem ki, hogy tulajdonképpen a férfiaknál, tehát itt a sötét oszlop az a férfiakat jelenti, a világos oszlop a nőket, hogy tulajdonképpen az, ami leginkább depressziogén messze, az a rossz házasság, tehát a rossz partner kapcsolat. Tehát ez egy nagyon fontos adat, hogy a társas támasz az, hogy mennyire, tehát hogy milyen minőségű a partner kapcsolat, a házasság, az a férfiaknál vezetően depressziogén tényező, természetesen a nőknél is, de a nőknél azért más tényezők is szerepet játszanak. És akkor mi erre a pszichológiának a válasza, főleg, hogy most már nem csak klinikai pszichológiáról beszélünk, hanem úgynevezett pozitív pszichológiáról is. A pozitív pszichológia fő elve az az, hogy ne folyton a kockázati tényezőket próbáljuk feltérképezni, mint hogy egyébként eddig most pont a kockázati tényezőkről beszéltem, mint hogy a klinikai pszichológia kockázati tényezőket, rizikótényezőket próbálja azonosítani. Pozitív pszichológia azt mondja, hogy rengeteg embert ér stressz, rengeteg embert ér trauma, vagy akár balesetezik is, de ennek csak körülbelül a traumát, nehézséget elszenvedőknek csak 30-40%-ánál alakul pszichés megbetegedés. Tehát nézzük meg, hogy mi az, ami viszont megvédi az embert a pszichés megbetegedésnek a kialakulásától, és ez ebben a nagyon frappáns, egyébként nagyon szeretem ezt a nagyon frappáns idézetet, ebben fogalmazható meg, hogy nem a stressz öl meg bennünket, de helyettesítsük be, nem a trauma, vagy nem a nehézség, hanem a stresszhez való hatékony alkalmazkodás teszi lehetővé, hogy éljünk. És tulajdonképpen most erről szeretnék beszélni, hogy hogyan tudjuk segíteni így a pszichológusként, hogyan tudjuk a különböző szinteken segíteni az embereket abban, hogy meg tudjanak küzdeni a nehézségekkel, mert stressz, nehézségek mindig lesznek, de az, hogy hogyan küzdünk meg velük, azért az rajtunk is áll. Hát itt azért ezt muszáj kivetítsem, mert hát ez egy nagy szívfájdalom, hogy ma is üresen áll ugye az épület, a Lipót épülete, és hát sajnos a beígért pszichoterápiás ellátórendszer kialakítása az nem történt meg, tehát ma ugyanúgy ezt kérhetnénk, mint 2007-ben. Ami nagyon fontos, hogy az, hogy miért fontos a pszichoterápia elérhetősége, hogy hát most picit itt ugrottam, bocsánat, igen, nem, inkább ezt az ábrát szeretném mutatni, hogy azért az, hogy a pszichés zavarok és pszichés problémák tekintetében szükség van egy ellátó rendszerre, ezt 2006-ban egy brit közgazdász, a Lord Layard is már leírta, aki egészségügyi közgazdász volt, és azt mondta, hogy ha nem kezelik a mentális problémákat,
az egy óriási gazdasági és persze szociális problémát jelent. És kidolgoztak egy programot, aminek az a neve, hogy Improving Access to Psychological Therapies. Miért? Azért, mert hogy a rengeteg pszichoterápiás irányzat, az tulajdonképpen terápiás irányzat közül vannak olyanok, amik ugye bizonyítottan hatékonyak, ezeket kellene alkalmazni, és hogy ki kellene terjeszteni az elérhetőségüket a pszichoterápiás rendelőkből tulajdonképpen hát az alapellátás felé, mert a legnagyobb problémát az azt jelenti, hogyha nem kezelik a pszichés problémákat, leginkább a depressziós, a szorongást, akkor az emberek nem tudnak visszatérni a problémába, vagy nem tudnak visszatérni a munkahelyükre, nem tudnak visszailleszkedni, viszont hogyha segítik ezt, akkor a klinikai tünetek is javulnak. Miért is olyan fontos ez? Mert ha nem kezelik, ez egy hatalmas teher a gazdaságnak, és hát egy luxus, hogy ne kezeljék, mert a farmakoterápiák is óriási fejlődésen mentek keresztül, a pszichoterápiák is óriási fejlődésen mentek keresztül, és hogy tulajdonképpen a pszichés zavarok hatékony kezelésében gazdasági racionalitás diktálja a vizsgálatokkal igazolt hatékony pszichoterápiás módszereknek az alkalmazását. És akkor ezért dolgozták ki ezt az úgynevezett IFT programot, amely elősegíti azt, hogy a pszichoterápiákat hogyan lehetne elérhetővé tenni a pszichoterápiákat a nagyon magasan specializált pszichoterápiás rendelők helyett, mondjuk már az alapellátásban, vagy valahogy könnyen elérhetővé tenni. És hát aztán elindították ezt a programot, ami hát egy multiprofesszionális megközelítés jelentett a betegellátásban, és struktúrált utánkövetést is jelentett. Nagyon sok vizsgálatot végeztek, randomizált, kontrollált vizsgálatokat, ahol robusztus eredményeket kaptak, tehát hogy amikor a közösségi szinten, közösségi terápiás vagy mentálhigiénés rendelői hálózatot elkezdtek létrehozni, akkor kiderült, hogy nagyon jó eredményeket lehet elérni, nagyon fontos a hosszú távú utánkövetés, egész Egyesült Királyságban bevezették, nagy számú beteget el lehetett látni ilyen módon, és hogy a közösségi ellátásban is a klinikai vizsgálatokhoz hasonló eredményeket értek el, tehát, hogy ezzel a jelenleginél jóval nagyobb számú ellátás, vagy ellátott személyt lehetett hát, rehabilitálni. Ez az ábra, ez azt mutatja, 2019-ben volt a Kognitív Pszichoterápiás Világkonferencia, ahol bemutatták, hogy mi volt ennek a nemzetközi visszhangja, és azt lehet látni, hogy a Nature, a New York Times, és számos más hát mértékadó folyóirat is, meg újság is beszámolt arról, hogy ha jobb mentális egészségügyet akarunk, akkor kövessük a brit példát, és hát számos országban ezt így be is vezették. Hát ez volt az egyik javaslat, hogy közösségi ellátás formájában segítsék a pszichés problémáknak ugye az ellátását. A másik az a WHO-nak az ajánlása, amelyik azt mondja, hogy hát van egy létező struktúra, a házi orvosi ellátás, és a házi orvosi rendelőkbe helyezett klinikai pszichológia, mentálhigiénis szolgáltatások jelentenék a megoldást, aminek az előnye könnyű hozzáférés, költséghatékony, stigmamentes, megelőzze a szociális izolációt, a betegszerep kialakulását, hiszen nagyon sokszor stigmatizálónak érzik az emberek azt, hogy pszichológushoz forduljanak, illetve azt gondolom, hogy azért ez nagyon nagy mértékben változott az utóbbi 15 évben, azért már egyre kevésbé érzik stigmatizálónak, de azért nem ritkán halljuk azt, hogy nem vagyok bolond, miért menjek pszichológushoz. Egy magyar adat is azt mutatja egyébként, hogy például a
háziorvoshoz forduló személyek, például a Torzsa Péter vizsgálat alapján, az 50-59 év között háziorvosi rendelőkben megforduló személyeknek 21%-a depressziós, 80 év fölöttieknek 23%-a, és hát az összes esetnek a 75%-a kísért szorongással és depresszióval, úgyhogy ha van társult betegség is. Hogy mennyire fontos volt ez a téma a háziorvosi ellátásban, ez azt mutatja, hogy 2009-ben Karádi professzor úr már felkért arra, hogy tekintsem át, vagy tekintsük át, hogy a háziorvosi konzultációban mi lehet a klinikai pszichológia szerepe, és most tulajdonképpen ugyanúgy meg lehetne ezt a cikket írni, mert hát még mindig nem szerepel az alapellátásban a klinikai pszichológus, és még mindig nincs erre lehetőség. De most úgy tűnik, hogy azért van el egy hajlandóság az egészségügyi hát, államtitkárság részéről. Hát, hogy mi is lehetne a klinikai pszichológusnak a feladata a háziorvosi ellátásban, ugye a stresszorok felmérése, mindaz, amire az orvosnak nincsen ideje, hogy feltárja a vérnyomás, hogyha éppen valakinek vérnyomás kiugrása van, vagy elkezd nem aludni, vagy elkezd egy kicsit iszogatni, akkor feltárja, hogy ennek milyen pszichoszociális háttere lehet. Aztán, tehát mindezzel foglalkozhatott a pszichológus, akkor a testi betegségekhez társuló szorongás és depresszió szűrés, illetve stresszkezelés megtanítása prevenciós céllal, készségfejlesztő tréningeket tudna tartani különböző témákban, dohányzás leszoktatás, testsúlycsökkentés, probléma megoldó, illetve kommunikációs tréningek vezetése, az mind-mind alapvetően fontos lenne, a pszichés zavaroknak egyáltalán a felmérését, kérdőívekkel, alacsony küszöbű, alapvető pszichoterápiás ellátást tudna nyújtani, rövidet, tehát 6-8 ülésben mondjuk, kifejezetten, hát bizonyítottan hatékony, alapvetően kognitív módszerekkel. És tulajdonképpen hát a felmérések azt mutatják, hogy a háziorvosnál fordul meg a legtöbb szorongásos és a legtöbb depressziós beteg, nyilván az elsősorban az enyhe szorongás, enyhe depresszió, de nem csak, hanem sajnos a közepes mértékű is. És például Hollandiában, itt ami látható ezen a dián, a pánik, az önértékelési zavarok, teljesítmény szorongás, tehát a enyhe vagy mérsékelt szorongásnak a kezelése, az háziorvosi, tehát a háziorvosi szinten történik meg. Hangulatzavaroknak is ugye az enyhébb közepes szintjei, kapcsolati zavarok, életvezetési nehézségek, pszichoszomatikus betegség, tehát ezek a leggyakoribb problémákkal tulajdonképpen a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó klinikai pszichológiai ellátás tudna foglalkozni. És hát természetesen mindez nem csak felnőtteknél, hanem gyermekeknél és serdülőkorban is. Tehát, hogyha az előnyeit összegeznénk, akkor a pszichoterápiás kezelés az alapellátás szemszögéből, hogy az előnye, hogy sok esetben az alapproblémát oldja meg, tehát azt, hogy miért nem tud most valaki aludni, például azért, mert nem bír a kamasz gyerekével, és nagyon fél, hogy nem tudom, drogozni fog az a serdülő, vagy kezd érezni, hogy a kapcsolat, az kapcsolatban kezdenek eltávolodni egymástól, és ennek a következménye az alvászavar, a vérnyomás kiugrás, vagy bármilyen más probléma, fejfájások mondjuk. Csökkenthetné az orvoshoz fordulás számát, és komplex, hosszantartó gyógyulást eredményez, jobb eredményt lehet elérni kognitív viselkedés terápiával, mint SSRI-jal. Nehézségei az, hogy hát jelenleg főleg nem csak a szemlélet, hanem hát az időhiány és a farmakoterápiát részesíti előnyben. A szabályozási rendszer és a finanszírozás nehézsége, főleg az, hogy nincs finanszírozva a pszichoterápia az alapellátásban, és hát az intézményi háttérnek a hiánya. Úgyhogy hát most itt tartunk, miközben nemzetközi szinten, tehát mondjuk Angliában, Hollandiában, ezzel a két országról tudok, hogy ott dolgozik, elérhető az alapellátásban a klinikai pszichológus. Pár évvel ezelőtt Ádányi Róza professzorasszony vezetésével Magyarország északkeleti régiójában történt egy alapellátás fejlesztési program, amiben már bevontak egészségpszichológust is, egészségpszichológusokat is, és abban szerencsében volt részem, hogy én voltam a szupervízorom az egészségpszichológusoknak.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon komoly egészségpszichológiai és klinikai pszichológiai tudásra volt szükség, mert hogy a házi orvos iránt van egy nagyon komoly bizalom. Tehát még a súlyos, evészavaros, anorexiás kamaszlányt is inkább a házi orvoshoz vitték el, és nem pedig a pszichiátriai ellátórendszerbe, pszichiátriai osztályra, mert annyira stigmatizálónak érezték a pszichiátriát, és viszont a házi orvoson meg van bizalom. Tehát, hogy ez mind-mind amellett szólt, hogy azt mutatta, még ebben a halmozottan hátrányos helyzetű régióban, ahol túlnyomó rész volt a roma lakosság, tehát azt gondolom egyébként, hogy ezt a nagyon fontos programot először azért inkább Közép-Magyarországon kellett volna kipróbálni, de vagy ott lett volna a helye, de egyértelműen bizonyította, hogy szükség van egészségpszichológusra, illetve hát klinikai pszichológusra is. És hát ez csak egy olyan ábra, amit mindannyian tudunk, hogy Magyarországon a betegutak azok nem működnek, mert informális alapon megbízható orvost keres a beteg, és akkor az mindenféle szintet kihagy. Tehát egy egyszerű pánikbetegséggel simán bejelentkeznek például a tanszéki klinikai pszichológiai szakambulanciára, ami mondjuk egy magasan specializált ambulancia, és de mindenfajta megbetegedésnél ismerjük ezt, hogy egyszerűbb állapotokkal is az informális betegutat keresik meg az emberek, a betegek. Noha pont a fordított irányú folyamat és betegút lenne a kívánatos. És hát itt most csak szeretném bemutatni, hogy a modern klinikai pszichológia, amit a kognitív viselkedés terápia, vagy CBT, a kognitív behavior therapy, a szakirodalom így nevesít, hát abban az összes nemzetközi irányelv az azt mutatja, hogy először alacsony intenzitás, az alapellátásban, vagy ez az angol, az IAPT service, az a könnyebb elérhető, a pszichoterápiák könnyebb elérhetőségének a rendszerében nagyon sok önsegítő anyagot használ, aztán, hogyha ez nem használ, akkor lehet látni, hogy szociális fóbia, kényszer, generalizált szorongás, poszttraumás stresszbetegség, pánik és depressziónál mind-mind tulajdonképpen kognitív terápiás alap technikákat használnak, önsegítő anyagokat, pszichedukációt, vagy internetes anyagokat, amit úgy hívunk, hogy alacsony intenzitású intervenciók, és tulajdonképpen a személyes pszichoterápia az már akkor lép be a képbe, ugyanezeknél a betegségeknél is szinte mindenütt kognitív viselkedés terápiát javasolnak, illetve depressziónál ott nagyon jó, mert van választási lehetőség, interpersonális pszichoterápiát is, vagy viselkedési aktivációt is lehet használni, ahol már a magas szintű intervenciókról beszélünk, ami már tényleg a specializált szakambulanciáknak a szintje. De hát hogyan is lehetne elindulni, és konkrétan mit is jelentene, milyen intervenciókra lenne szükség, és mik azok, amik itt vannak a kezünkben, tehát bármikor tudnánk alkalmazni. Ezt a repertoárt szeretném így bemutatni. Tehát ezt úgy hívjuk a kognitív viselkedés terápián belül, hogy alacsony intenzitású, vagy alacsony küszöbű pszichoszociális intervenciók, amelyek hát onnan indulnak, hogy ez egy hatékony kezelési módszer. A magasan képzett egészségügyi szakemberek száma véges, világszerte, nem csak Magyarországon, és az ellátás biztosító erőforrás korlátozott, és a kétszemélyes hagyományos egyéni pszichoterápiát hát nem lehet az egész népesség számára biztosítani. Ezért jelentek meg ezek az alacsony küszöbű vagy alacsony intenzitású intervenciók, és a célcsoport az az alapellátás, illetve a szomatikus ellátás, illetve hát még az enyhe szubklinikus pszichiátriai zavarok, de hát ezeket mind tulajdonképpen az alapellátás keretében el lehetne látni. És akkor nézzük meg azt, hogy milyen területeken vannak már programjaink, amiket lehetne használni, de valahogy miután nincs meg a struktúra, és hát jelenleg az egészségügyi államtitkárság részéről van egy hajlandóság, hogy a házi orvosi szolgálathoz csatlakozzon klinikai szakpszichológiai szolgálat, vagy egészségpszichológiai szolgálat,
hogy mik, tehát van egy hajlandóság, de még nem valósult meg. Tehát mik ezek az alkalmazási területek? Először nézzük az alapellátást. Először is jelent internetes programokat, vagy pedig amiket lehet egészségpszichológus segítségével is végezni, szubklinikus depresszió esetén, például aktivitásmonitorozás, nyomonkövetés, illetve van ez az iFi Depression online elérhető anyag, amiben jól lehet látni a témaköröket, hogy megérteni a depresszióban az érzéseket, az alvás és a depresszió kapcsolatát, örömteli tevékenységek megvalósítását, tehát csupa olyan lépéseket tartalmaz, amelyeket az alapellátásban, hogyha javasolunk a páciensnek, akkor ezt a saját maga is tudja lépésről lépésre alkalmazni, és ez egy olyan intervenció, ami Európa szerte kidolgozott, ezért is ez a I-Fight Depression. És hogyha nem boldogul egy ilyen internetes felülettel, akkor a házi orvoshozó, vagy ott elérhető egészségpszichológus, klinikai pszichológus, itt ezeket szándékosan mondom mind a kettőt, mert mind a kettő fontos lehet, és mind a kettő adekvát, tehát mindegy, hogy melyiküket alkalmazzuk, de mind a kettőnek van helye, akkor az ott dolgozó pszichológus tud ebben segíteni, és ugyanakkor ez magasan költséghatékony. Aztán az alapellátásban szintén alkalmazhat az úgynevezett probléma megoldó tréning, ami a depresszióhoz kapcsolódik. Tudjuk, hogy a depresszióban és az depressziónak egy súlyos következmény az öngyilkossági veszélyeztetettség, hogyha nem kezelik, tehát a kezeletlen depresszióban a probléma megoldó képességek, hogy alacsony szintű probléma megoldó képességek kell jellemezhetők az emberek, a betegek, ami a megfogalmazásaiból gyönyörűen látszik, amikor azt mondják, hogy nem látom a kiutat, fogalmam sincs, hogy mit csináljak, teljes sötétség és homály vesz körül, nem látom a továbblépésnek a lehetőségét. Ilyen esetekben a problémamegoldó készségeknek a fejlesztése egy alacsony intenzitású intervenció, ami természetesen nem oldja meg az életük minden problémáját, de sok embernek még az is nehéz, hogy megfogalmazza azt, hogy mi a problémája, és hogy ezt hogyan lehetne lebontani apró lépésekre. Volt egy betegünk, aki azt mondta, hogy az a probléma, hogy az élet mint olyan, az jelent neki nehézséget. És akkor ezt tisztázni, hogy milyen területen jelent nehézséget, mi jelent nehézséget, ehhez tulajdonképpen pszichológusra volt szükség, hogy igen, az jelent nehézséget, hogy nyugdíjba ment, az jelent nehézséget, hogy hogyan struktúrálja újra az életét, és mihelyest ezeket meg tudta fogalmazni, akkor utána ahhoz már hozzá lehetett rendelni lépéseket. Ugye ez olyan lépésekből áll, amit valamennyien alkalmazunk minden nap, de adott esetben depressziós állapotban az embereknek kell ahhoz segítség, hogy ezt is struktúrálni tudják, és a problémáikat megoldani. Ráadásul azért az angol pragmatikus gondolkozáshoz képest azért az a tapasztalatom, hogy azért a magyar embernek a gondolkozása nem olyan praktikus, mint az angoloké, tehát ez nagyon-nagyon hasznos technika, a probléma megoldó tréning, számos ilyen csoportot vezettünk a tanszéken. Aztán szintén az alapellátásban ugye lehetne testsúlycsökkentő csoportokat vezetni, hiszen az összes nagy népegészségügyi megbetegedésnek rizikó tényezője az elhízás, és Magyarország a túlsúly és az elhízás tekintetében hát Európában az első három között szerepel sajnos. Ez egy ilyen kognitív viselkedésterápiás program, tehát idén januárban adta ki az Oriolt kiadó, és ez egy olyan program, csak gyorsan végigpörgetek néhány ábrát, amiben segítjük a személyeket abban, hogy az enyhe és mérsékelt elhízásnál hogyan fogjanak úgy le, hogy ez tartós legyen, hogyan tudják kontrollálni a súlyukat. Naplót kell vezetniük, különböző élelmiszer csoportokat felismerni, illetve ma már nagyon-nagyon szuper applikációk vannak, Androidon például, amik segítik ezt. Magatartási szabályokat beszélünk meg velük,
az egészséges táplálkozáshoz, például, hogy arra figyelek, amit eszem, vagy naponta ötször eszem, vagy olyanokkal igyekszem együtt étkezni, akik szintén keveset esznek és isznak. Tehát ez egy olyan csoportprogram, amit csoportosan 8-10-12 fővel meg tudna valósítani az egészségpszichológus, hogy megvalósítható az alapellátásban, és ez alacsony intenzitású intervenció, mert ez nem szükséges, nagyon magas szintű képzettség. És a Pap Ildikó, aki ebből a doktoriát írta a vezetésemmel, nagyon-nagyon jó eredményeket kaptunk, tehát pont ugyanaz, mint a nemzetközi eredményeket, hogy kb. 10%-os fogyást, azt a mi csoportunk is elérte, 8,8%-ot fogytak, tehát nagyon-nagyon jól működő programról van szó, és hát a testedzést végzőknek az aránya is nőtt. A pszichológiai változók is nagyon pozitívan alakultak, tehát ez mind azt mutatja, hogy például, hogy odafigyeltek arra, hogy mennyit esznek, az érzelmi ev is csökkent, és a kontrollálatlan evés is szignifikánsan csökkent, tehát nagyon jól működő, jól felépített, tulajdonképpen bizonyítottan hatékony módszerről van szó. Ugyanez igaz az alkohol problémákra is, a rövid intervenció programjára, ami egy rövid beavatkozás a házi orvosi ellátásban. A célja az az alkoholfogyasztásnak tehát csökkentésére való motiváció, illetve ahol komolyabb a fogyasztás, ahová függőkről van szó, ott a személyeknek a motiválása, a kezelés igénybevételére egy ilyen direktív, kliens-centrikus konzultációs technika. És ami nagyon meglepő, hogy önmagában az, hogy érthetően tanácsoljuk és elmondjuk a betegnek, hogy változtassa meg az ivással kapcsolatos magatartását, csökkentse az alkoholfogyasztását, persze nekem van egy protokollja, de nagyon, nagyon könnyen elsajátítható. Hát meglepő, hogy milyen nagyon jók az eredmények, ezt követően, egy rövid intervenciót követően 65%-uk bejelentkezett alkohológiai kezelésre, és egy év alatt 30-50%-ban csökkent a problémaivóknál az ivás, és az Amsterdami Alkológiai Intézet vizsgálata szerint a bizonyítottan hatékony eljárások között az első helyen áll. Ugyanakkor tudjuk, hogy az alkohol probléma, amikor krónikussá válik, függőség alakul ki, vagy elvonásra van szüksége, az mennyire nagyon költséges, és ehhez képest mennyivel költséghatékonyabb és stigmamentesebb lenne az alapellátásban kezelni. És akkor áttérnék arra, hogy az alapellátás és a szakellátásban, szakellátáson belül nem a pszichiátriai ellátásra gondolok, hanem a szomatikus ellátás összes többi területére, ott milyen pszichológiai intervenciók alkalmazhatók. Hadd tegyem hozzá, hogy ez nem csak egy ilyen vágyálom, mert 2012 óta a klinikai szakpszichológus képzésben is, tehát a szakpszichológus képzés úgy kell elképzelni, mint a szakorvos képzést, hogy általános pszichológus diplomával rendelkező pszichológusok jelentkezhetnek szakképzésre, szakosodhatnak klinikai szakpszichológus szakképzésre annak érdekében, hogy hát az egészségügyben, betegellátásban dolgozzanak, és 2012-ben elindult a rezidens képzés, ami azt jelenti a klinikai pszichológiában is. És tulajdonképpen azóta látjuk, hogy milyen nagyon nagy sikere van a három képzőhelyen, de hát én nyilván a Semmelweis Egyetemet látom, hogy milyen sok területen igénylik a klinikai pszichológusnak a jelenlétét, tehát szülészet, nőgyógyászat, belgyógyászat, anesteziológia, fülorgégészet, mindkét gyerekklinika, vagy csak a legfontosabbakat említsem, transplantációs klinika, neurológiai klinika természetesen, tehát hogy mindenütt van helye a klinikai pszichológiai intervencióknak, és most néhány olyat szeretnék bemutatni, ami így általánosan alkalmazható a szakellátásban, sebészeten is például. Az egyik a stresszkezelés, mint alacsony intenzitású pszichológiai intervenció, aminek hát az alapelvei itt láthatók, és amit szintén hát bármelyik területről beszélünk, szükség lehet arra, hogy a stresszt kezeljük akár a
betegséggel kapcsolatban, vagy a betegséget megelőző állapottal kapcsolatban. Az alapelvei ugye leginkább a munkapihenés arányának helyreállítása, élvezetes és érdekes tevékenységek beiktatása, mozgás, légzésgyakorlat és relaxáció. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon alapvető, nagyon könnyen alkalmazható, és ami leginkább költséghatékonyá teszi, hogy ezt lehet csoportosan végezni, tehát 10-12 fős csoportokban, ami egyébként nagyon, hát, hogy is mondjam, nagyon inspirálja a résztvevőket. A sebészet területéről szeretnék bemutatni egyet. Az egyik nagyon tehetséges rezidensünkkel végezte ezt a munkát, és vele végeztük ezt a munkát egy Crohn-beteggel kapcsolatban. Egyetlen egy példát szeretnék kiemelni, hogy nem akarta elfogadni a sztómát, mert tehát Crohn-beteg sztómaműtét előtt volt, és nem akarta elfogadni a sztómát. Miért? És akkor a sebész ebben kérte a klinikai szakszikus rezidensnek a segítségét. Miért nem akarta elfogadni? Egy fiatal férfiről volt szó, mert természetesen azt gondolta, hogy undorító, büdös vagyok, mindenki elkerül a buszon, metrón, a háta mögött összesúgnak, kinevetnek. Lesütött szemmel szállok fel és utazom, fel sem nézek, folyton szagolgatom magam. Kiürül a metró körülöttem, mindenki odébb megy. Tehát ez volt a fejében, hogy ő ezt azért nem akarja elfogadni, mert ez lesz vele. És ez egy olyan szégyen, amit ő nem vállal, inkább meghal, de hogy ő ezt nem vállalja. És ekkor kérték a klinikai pszichológus segítségét, aki egy problémaközpontú, nagyon, hát egy, a kognitív viselkedés terápiának egy alapmódszerét használta. Megbeszélték ugye, hogy mi triggereli ezt a szégyenérzést, mi az anticipált kép, ugye, hogy mindenki elhúzódik tőle, és megpróbálták konceptualizálni, hogy mi a kép, milyen érzést vált ki, mi a jelentése, és hogy tulajdonképpen mit csinál ilyenkor, hogy introspekció részben, meg hát, hogy elutasítja, nem fogadja el. Az intervenció az a képi asszociáció gazdagítása révén egy kognitív átértékelés, ami összesen 3 vagy 4 alkalom után lehetséges volt, vagy megtörtént. Elkezdték átkeretezni, hogy a sztóma az egy segédeszköz, steril, tiszta, tisztítható, diszkrét, védelmet nyújt, nem az egész teste, hanem csak egy kis része a testének. Tehát mi történt? Egyfajta normalizálás és egyfajta perspektívaváltás történt az intervenció hatására, és végül azt tudta megfogalmazni a páciens, hogy a sztóma révén tudok visszatérni a normális életmódomhoz. Persze nem úgy normális, mert szükség van a sztómára, de hogy tud közlekedni, tud társaságba menni, és így tovább. És el tudta fogadni, és a szorongása is csökkent. Tehát lehet látni ezt így sebészeten az alkalmazását is. És végül egy olyan módszert szeretnék bemutatni, ami most, amit úgy hívunk, hogy tudatos jelenlét vagy mindfulness, ami szintén mind az alapellátásban, mind a szakellátásban hát alkalmazható, és az egyetem 250. egyetem alapításán 250. évfordulója alkalmából lehetőségünk nyílt egy ilyen YouTube csatornát is létrehozni a tanszéken, Semmelweis Mindfulness Központ révén, és elérhetővé tenni tulajdonképpen bárki számára. Erről szeretnék, hogyha van egy kis idő, akkor még erről szeretnék így röviden beszélni, hogy ez miért is lehet olyan fontos mind az alapellátásban, mind a szakellátásban, illetve tulajdonképpen hát bárki számára a pszichés jólétnek a hangsúlyozásához, és a pszichés jólétnek az eléréséhez. Hát leginkább az, hogy az ember az, a mai ember az rendkívül túlterhelt, rengeteg tennivalója van, gondja van, és nagyon nehezen tud jelen lenni az életében. Nagyon gyakran fordul elő, hogy nem is tudjuk hirtelen, mit olvastunk az előző percben, vagy valakivel beszélgettünk, és nem is emlékszünk, hogy most mit is mondott az illető. Annyira sok mindennel van az embernek tele a feje. És legjobban talán ez az ábra mutatná, hogy a testünk ugyan jelen van, de egy hol kalandozik, hol kalandoznak a gondolataink, azt azért hát,
nehéz lenne megmondani, olyan sok fele kalandoznak a gondolataink. Tehát, hogy valahogy nagyon nehezen tudunk jelen lenni az életünkben. Nagyon sok az aggodalom a jövőt illetően, és sokszor nagyon sok a negatív érzés a múlt, vagy rágódás a múltbeli nehézségekkel kapcsolatban, amik mind-mind a pszichés egészségi állapotot hát rontják. És tulajdonképpen ezért dolgozta ki Jon Kabat-Zinn ezt a tudatos jelenlétnek a módszerét, amit mindfulness módszernek is hívunk, és amit úgy definiálhatnánk, hogy egy minden pillanatban jelenlévő ítéletmentes tudatosság a figyelem gyakorlásának specifikus módja, amely a jelen pillanatra vonatkozik, és annyira mentes a cselekvéstől, a reaktivitást és az ítélkezéstől, amennyire csak lehetséges. Ez két nagyon fontos könyv, ami megjelent, ez a legelső, a Bárhová még ott vagy, de ami még fontosabb, ez a depresszió kezelésében ma már alapvetően fontos, ez a tudatos jelenlét alapú kognitív intervenciók a rekurrens depresszió kezelésében. És noha a buddhizmusban gyökerezik, de nem szükséges hozzá a spirituális hozzáállás, hanem a lényeg az egyfajta létezés üzemmód jelen lenni a saját életünkben, ami mint egy ellenszer annak a nagyon sok stressznek, ennek az állandó cselekvésnek, amire azt mondjuk, hogy az ember ilyen busy bee, tehát hogy állandóan rengeteg tennivaló és feladat vesz körül minket, és valahogy nagyon nehezen tudunk oda átkapcsolni, hogy most ebben a pillanatban éppen most mi van velünk, hogy így át tudjuk élni teljes egészében, hogy mondjuk itt most ülünk, gondolkozunk, érezhetjük, hogy a lábunk az hogyan helyezkedik el a cipőben, vagy hogy a testünk hogyan nehezedik rá a fotelre, a fotelnek az ülőkéjére, lehet, hogy erre nem is figyelünk oda, sőt valószínű, hogy nem is figyelünk oda, de az életünkben ezek is ugyanúgy jelen vannak, az élet színesség és gazdagsága az mégiscsak az, amikor a jelenre tudunk figyelni. Valahogy így, hogy ahhoz, hogy jelen legyünk az életünkben, hiszen csak akkor tudunk figyelni a másik emberre, csak akkor tudunk rá reagálni, ehhez az kell, hogy csak figyeljünk, nem kell, hogy bármit változtassunk, és hogy Hanvas Béla mondja, a dolog magától értelmeződik valahogy így. Hogy egy percre meg tudunk állni, akár szemlélődni szemlélni a látványt, ami körülvesz minket, vagy amikor az unokánkkal játszunk, akkor mondjuk őre figyelni, és nem azon gondolkozni, mi minden más kellene csinálni, hanem tényleg jelen tudunk lenni, akkor ez egy minőségi jelenlét, egy minőségi idő tud lenni, ami a saját pszichés jólétünkre pozitívan hat vissza, és elkezdjük jobban érezni magunkat. Hogy mi ez a sajátos hozzáállás, ez a mindfulness óra, amit itt kivetítettem, hogy a jelenre figyelni, tehát hogy tudatosan jelen lenni, hogyan, hogy elfogadom a valóságot, hogy most ez van, hogy most az van, hogy most szakad az eső, és hiába szerettem volna mondjuk egy kirándulásra elmenni, most mégis az van, hogy itthon kell, hogy maradjak, de hogy van így, van ez így, ez a valóság, és szabad lennie, tehát hogy meg tudjuk engedni, hogy igen, ez a valóság. Elvárásokat elengedve, magyar ember az mindig tudja, hogy hogyan kellenének lenni, hogyan kellene, hogy legyenek a dolgok. Nagyon nehéz nekünk magyaroknak elfogadni a valóságot. Ahogy említettem, a Hungarosztadi is sajnos nagyon kiemeli, hogy az ellenségesség az sajnos jelen van a gondolkozásunkban és a viszonyulásainkban. Ítélkezés mentesen, türelemmel és nyitottan, bizalommal, és úgy, hogy nem cselekedve, hanem hogy elfogadva, hogy most ez van, és hogyha van egy konfliktus helyzet, vagy van egy nehéz helyzet, akkor nem azonnal csípőből indulattal reagálva, hanem egy picit így benne maradva, és elfogadva, hogy van ez így, hogy az életben vannak nehézségek. És hogyha ebben így benne tudunk lenni, és el tudjuk fogadni, hogy ez a valóság, hogy valami nem tökéletes, akkor a következő percben lehet, hogy már sokkal bölcsebben tudunk reagálni. És tulajdonképpen ez a mindfulnessnek a célja, amit 1979-ben alapított, vagy indított el Jon Kabat-Zinn egy stresszcsökkentő klinikán az Egyesült Államokban, ahol tulajdonképpen stressztünetekben, meg krónikus fájdalomban szenvedő pácienseket kezdtek hozzá küldeni, és,
és elkezdte alkalmazni ezt a mindfulness meditációt, és azt látta, hogy az emberek elkezdenek jobban lenni. Úgyhogy hát ez most tényleg ilyen, mint a mesében, hogy ilyen 7 mérföldes csizmával haladunk ebben a témában. Most már végéhez közeledik az előadás, mert már ki is jutottam az időből. A 2 nagy irányzata az a stresszcsökkentő, a tudatos jelentalapú stresszcsökkentés, ami bizonyítottan hatékony a krónikus fájdalom, szorongás, traumák, sűrű depressziók, daganatos betegségek kezelésében, illetve a tudatos jelentalapú kognitív terápia, ami pedig a krónikus depresszióban, a visszaesések megelőzésében, ami egy óriási előrelépés, hiszen krónikus depresszióban eddig egyedül a gyógyszeres terápia, farmakoterápia állt rendelkezésünkre, és most pedig nagyon sok vizsgálat utal rá, hogy ugyanolyan hatékony a tudatos jelenlétalapú kognitív terápia, mint a gyógyszeres kezelés. És akkor a végén, ugye, utána azt ígértem, hogy alapellátástól a szakellátásig szeretném bemutatni, hogy az onkológiában, a daganatos betegek kezelésében milyen eredményeket lehet elérni a tudatos jelenlétalapú stresszcsökkentéssel, stresszcsökkentő tréninggel. Azért hagytam benne ezt a 2007-es vizsgálatot, noha 2017-es vagy 20-ast is keresettem, hogy bemutassam, hogy azért ez már nem jár gyerekszipőben, tehát azért már elég komoly adatbázisunk van a tudatos jelenlétnek az alkalmazására. És ez a vizsgálat, amit szeretnék bemutatni, ez egy egyéves utánkövetés emlődaganatos és prostatadaganatos járóbeteg rendelésen. Azt vizsgálták, hogy hogyan hat ez az életminőségre. Lehet vegetatív paramétereket is vizsgáltak, egyáltalán nem csak a stressz és a depresszió mutatóit, emlőrákos és prostatarákos betegek korai stádiumában, 8 hetes programban vettek részt, csak azok vehettek részt, akik vállalták, hogy naponta 25 percet otthon gyakorolják ezeket a meditációs gyakorlatokat. Itt elsősorban légzőgyakorlatokra kell gondolni. És az állapotfelmérés megtörtént az intervenció előtt és után, utánkövetés is volt, és ahogy mondtam, a demográfiai változók mellett kortizol szintet, immunsejt aktivitást, vérnyomást, szívritmust is mértek. Elég jó volt az utánkövetésben az eredmény, az 59 főből 41-en egy éves utánkövetésnél kitöltötték a kérdőíveket, és az eredmények azok azt mutatják, hogy szignifikáns javulás állt be az összes stressztünetben, a kortizol szint szisztematikusan csökkent, jobb immunválaszt adtak azok a daganatos betegek, akik részt vettek ezen a tréningen és gyakoroltak is, tehát hogy a természetes ölősejtek, a natural killer sejtek száma nőtt, a szisztolé és vérnyomás csökkent a posztintervenciónál. Természetesen ez mind agyúvás kezelés a daganatos betegség kezeléséhez, tehát hogy ugyanúgy kapták a kemoterápiát, vagy a sugárkezelést, vagy a gyógyszert, de ehhez, hogyha hozzá adódott ez a tudatos jelentalapú stresszcsökkentő program, jobb életminőséggel, megváltozott immunválasz és kortizol szinten járt, kisebb hangulatingadozással, és a szívritmusuk is pozitívan korrelált így a nyugalmi értékkel. Tehát nagyon jók voltak az eredmények, és azért egy jobb pszichés állapot, az jobb megküzdést is tesz lehetővé, és elősegítette a betegeknek azt, hogy noha nagyon-nagyon megterhelő egy ilyen élethelyzet, ezt senki nem vitatja, de emellett ez abban arra adott lehetőséget, hogy amikor nem a kórházban vannak, és amikor nem a kezelést kapják, akkor az életüknek, hogy jelen tudjanak lenni az életükben, és valahogy ezt így tudják tudatosítani, amikor mondjuk a családjukkal mondjuk együtt ebédelnek egy vasárnapi ebédet, vagy az unokájuknak mesét olvasnak, akkor ott jelen tudjanak lenni, és ez egy igazi minőségi jelenlét tud lenni. Hogy összefoglalásképpen azt szeretném így hangsúlyozni,
hogy ezek a pszichoterápiás, ezek a rövid pszichoterápiák, úgynevezett alacsony hatékonyságú és alacsony küszöbű pszichoterápiák, ezek megfelelnek a hatékonyságvizsgálatok ismérveinek, jellemző rájuk ez a bizalommalteri terápiás kapcsolat, terápiás fókusz, időhatár és főleg a struktúra. Minimális intervencióval a legnagyobb terápiás hatást lehet így elérni, hogyha tényleg ott van kéznél a szakember egy rövidebb idő alatt. Flexibilis terápiás formákat lehet használni, hiszen mondjuk egy belgyógyászaton ott valószínűleg lehet, hogy a beteg ágy mellett kell végezni ezt a terápiás beavatkozást, de nem arról van szó, hogy a lehető legintimebb témákat fel kell deríteni, és explorálni kell, mert nem szükséges. Viszont nagyon szépen lehet időzíteni és illeszteni az egyének a pszichés tempójához, meg hát nem csak az egyén pszichés tempójához, hanem ahhoz is, hogyha a műtét van, akkor a műtét előtti időszakban hozzásegíteni, hogy akkor kapja meg az ellátást, amikor a legnagyobb szüksége van rá. Úgyhogy szeretném megköszönni a figyelmet és a türelmet ezzel a diával, ami hát a ezzel a záródiával szeretném megköszönni a figyelmet, meg a türelmüket. Hát nagyon köszönöm, professzor asszony. Tudatos jelenléttel 233 hallgatónk volt, és én azt hiszem, hogy annyira szuggesztív volt az előadás, és annyira érdekes, hogy a jelenlét az végig tudatos maradt. Nagyon jó estét töltöttünk együtt, és nagyon vigyázzon mindenki magára. A COVID most főfutóban van, az adatok borzasztóak, reméljük, hogy a központi döntés azért lép előre, és talán a futballmesterek egy idő után nem lesznek látogathatóak, én ezt nagyon kritikusnak érzem, de a legfontosabb, hogy az alapszabályokat tartsuk be. Vigyázzanak, és akkor jövő héten, hétfőn este találkozunk. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánok. Köszönöm a professzor asszonynak a szép előadást. Köszönöm szépen. Nagyon kedves. Köszönöm a meghívást.